Május 12-én tartják világszerte az ápolók nemzetközi napját annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház hétfőn a megyeházán köszöntötte szakdolgozóit. A kórházak ismét a központi költségvetés irányítása alá kerültek, ezért új közalkalmazotti szerződéseket kötöttek az ápolókkal. Az intézményvezetés úgy véli, a fluktuációt tekintve megyénk az országos átlaghoz képest jobb helyzetben van, itt közel 3000 ápolót foglalkoztatnak, céljuk pedig, hogy tovább növeljék a kórházak megtartó erejét. Mint mindenütt a világon is szakember hiány van, európai országok is ápolói hiánnyal küzdenek. Nagy az elszívó hatás az európai országoknak, az elszívó hatása nagy a magyar ápolók vonatkozásában, mert nagyon jó képzett ápolóink vannak. Mi felkészültünk arra, hogy az utánpótlás kérdéskörébe intézkedéseket tegyünk. Igyekszünk minél magasabban kvalifikált ápolókat alkalmazni a rendszerben, ami azt jelenti, hogy a tudomány jelenlegi fejlődésével párhuzamosan az orvostudomány is fejlődik. Az embereknek álmaik, vágyaik vannak, mi lehetőséget biztosítunk a karrier célok megvalósítására, az ápolók képzésére, magas szintű továbbképzésére. Ehhez biztosít nekünk nagyon jó hátteret a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Magyarországon 20 éve képeznek diplomás ápolókat. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának korábbi évekkel ellentétben idén kiugróan magas volt a jelentkezők száma. Az intézmény jelenleg egy hetes nemzetközi ápolástudományi konferenciának ad otthont. 11 néhány országból érkeznek oktatók és hallgatók erre a konferenciára. Itt gyakorlatilag ki tudják cserélni azokat a tapasztalatokat, tudástípusokat, amelyek az ápolás területén most aktuális kihívásokat, problémákat jelentenek, illetve emellett, mivel a résztvevők egy egész héten keresztül nálunk tartózkodnak, gyakorlatilag kis csoportokban és vegyes csoportokban tudnak a kihívásokra, problémákra közös megoldásokat javasolni, amelyek hát tulajdonképpen nem csak Magyarország vagy az adott országok számára fontos, hanem egész Európa számára. A legnagyobb hiány a sürgősségi szakápolókból, az intenzív terápiás szakápolókból, valamint a diabetológiai szakápolókból van. Szükség van továbbá főiskolai végzettséggel rendelkező, illetve a mesterképzésben résztvevő ápolókra is.